Minden idők egyik legsikeresebb vígjátéka érkezik az évadban a Móri Zsigmond Színház nagy színpadára. A francia bohózatban a középosztálybeli házaspár életében van egy kis probléma a férj Pierre Lumbagóján kívül, ez pedig a házasságtörés. A komikus szerelmi kalandokat Göttinger Pál rendezi, akinek főrendezőként ez az első közös munkája a főszereplő Rák Zoltánnal. Nagyon kíváncsian várom. Egyszer egyébként dolgoztunk együtt egy nagyon picit, de akkor valóban még nem volt főrendező, és mindketten főiskolások voltunk egy táboron belül egy napig. Az nagyon vicces volt, az sem volt, ez már 10 éve. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, mert idén kétszer is fogok vele dolgozni ebben az évadban, a következőben a Bob Hercegben is. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy jól sikerüljön ez a próba folyamat, mert a következőben is együtt fogunk dolgozni. Bár Göttinger Pállal ez az első közös munkája a fiatal színésznek, van a darabnak egy kisebb reflektort kapó szereplője, akivel már az 5. közös darabjukat próbálják. Ez a vendégművész pedig nem más, mint a nemrég Lady Macbethként is bemutatkozott László Lili. Neki itt ez az 5. produkciója is egyúttal, és ugye mindegyikben én voltam a partnere, az egyik, ez nagyon érdekes, úgyhogy erre ő már várt, számított, mondta is, hogy na, megint együtt leszünk, úgyhogy szerintem azzal se lesz semmi probléma, mert eléggé összeszoktunk tulajdonképpen ez alatt a szűk egy év alatt. A Balfácánt vacsorára című fergeteges komédia olvasó próbái már elkezdődtek. Hogy ki hazudik és ki mond igazat, valamint hogy ki az igazi Balfácán, az az elkészült francia bohózatból talán kiderül december 8-án a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán.